A Tükebú ZRT 2021. évi beszámolójának elfogadása is szerepelt a Pécsi Önkormányzat gazdasági és pénzügyi bizottságainak közös ülésén hétfőn a Városházán. Az is szóba került, hogy a város pályázatot ír ki a buszos társaság vezérigazgatói posztjára. A jobboldali képviselő szerint ez jelzés értékű, de a jelenlegi igazgató közbevágott és átvette a szót a képviselőtől. Kiírták újból a pályázatot. Bocsásson, már milyen jelzést küldött? 2022 év végén én nem vállaltam tovább a vezérigazgatóságot, igazgatóság elnökének kért föl Péter Fiatilla polgármester, aztán fél év után, mikor az önök szavai szerint milliós fizetésem lett és megduplázódott, az 500 ezerből 1 millió lett a bruttó fizetésem. Ez a Goebbelsi propaganda, sokat mondjuk, akkor elhiszik. Ha nagyon sokat mondjuk, akkor pedig igazsággá válik. Nem. Penkut István azt mondta, az elődje 1,2 milliót keresett, és megkapta minden évben a prémiumát. Ezzel a 2,5-szeresét kereste, mint ő, ezért hasonlította a náci propagandához, amit vele műveltek a fizetése miatt. Az is kiderült, hogy nem akarja ezt a vezetői munkát, mert ez megterhelő. Péterfi Attilával történt polgármester úrral egy megegyezés, ami arról szól, hogy szeretném, hogyha vezérigazgatót találnának, aki operatívan részt vesz majd a cég életében, mert nincs erre energiám. Eddig volt, nagyon sokat dolgoztunk, de nem szeretném, nem ezzel szeretném az időm jelentős részét, a napi 10 órát eltölteni. Nem az ő feladata, hogy a Magyar Közlekedési Szövetség közgyűlésére vagy a Volán Egyesülethez járjon, vagy éppen a szakszervezetekkel egyeztessen, mondta. Erre kell a vezérigazgató. Ő maradna az igazgató tanács elnöke 2022 végétől. Az idei működésről szólva kiderült, jelentős többletforrásra van szükség a Tükebusznál. Az áremelést is felhozta a vezérigazgató. 1 milliárddal nőnek közel a költségeink, kerekszámokkal dolgozom azért, hogy megértsék, a bevételeink pedig 0 forinttal nőnek. Amennyiben nem változik a jegy és a bérlet ára, akkor effektíve 0 forint. Ezt az 1 milliárdot Pécs városának és az adófizetőknek kell kifizetni. Szeptembertől pedig nem maradhat az a menetrend, mint például amilyen a tavalyi volt. Nem tudunk annyi buszsofőrt kiállítani. Ennek két egyszerű oka van. Nem jól megfizetettek a buszsofőreink, ami nem az elmúlt másfél évben alakult ki, hanem ez egy hosszú folyamat. Csak az elmúlt másfél évben az inflációs egyéb okozott körülmények miatt ez sokkal jobban felszínre került. A másik egyszerű oka, hogy a fiatalok között nem egy népszerű dolog buszt vezetni. Ha most azonnal lenne legalább egy 15%-os béremelés, akkor talán javulhatna a helyzet. De az alacsony bérek miatt mennek el a sofőrök, ráadásul idén 17-et nyugdíjaznak is. A 240 buszvezető pedig annyit túlórázik, hogy a törvény szerint nem fogható további munkára. A vezérigazgató szerint meg kell szüntetni az éjszakai járatokat. Az iskolai időszakban pedig egy olyan menetrendet kell összeállítani a városnak, illetve az ezt végző városi cégnek, a Biokomnak, ami teljesíthető.